Jó estét. Jó Meghoztuk, estét. Szereljük. Mit? Hát a sötétségmérőt. Pardon, szabad? Miféle sötétségmérő? Hogy miféle? Nem tetszett papírt kapni? Nem én. Akkor tessék. Nekem ne szereljenek ide semmit. Van nekem már minden. Gázóra, vízóra, villanyóra, hőmérőből kettő is, vekker. Sötétségmérője is? Az nincs. Na látja, hol van még a minden? És... No. Mit mérez? Hát a sötétséget. Hova szereljük? Bánom is én, talán oda a sarokba. Nem lesz ott neki túl sötét? Nem, az kell. Nézze, túl sötétben könnyen tönkre mehet, nem szabad túlterhelni. Meg aztán maga is rosszabbul jár. Miért? Nagyobb lesz a sötét száma. Mi? Még fizessek is a sötétért? Miért, a villanyért nem fizet? A villanyért igen, de... Na, hát akkor meg ne csodálkozom. Szóval, ha sarokba tesszük, ott többet mér majd, bár tehet elé egy lámpát, csak akkor a villanyszámla lesz. Jó, tegyék az ablak elé. Rendben, de akkor meg a szoba lesz egy kicsit sötét. Ettől a kis vacaktól? Dehogy, ez csak a mérőhelybe mérő. És mekkora a mérő? 2x4 feles. Méterben? Igen. Na te Jézusom, nincs kisebb. Nincs, csak nagyobb. Nagyobb. 6x2-es, meg 7x3-as. De az már közületi. És miért ilyen marha nagyok? Hát, hogy ne tudják ellopni. Meg aztán kell a hely a fogaskerekeknek, a plombának, a hangszigetelésnek. Így is úgy dübörög. Mi? De sokat csodálkozik, de sokat csodálkozik. Bizony vége az éjszakai unalmas csöndnek. Ja, sakk van a lakásban, mert a sötét báboktól gerjed. Azokat majd ki kell cserélnie pirosakra. Ja, és senki nem lehet itthon mesztelenül. Ja, a fekete lyukak megbolondítják. Na. Kártyája van? Hát, van valahol egy pakli fekete pénzt. De már hiányzik belőle minden lap. Akkor is le kell adni az önkormányzatnál. Érzékeny jószág ez a mérő. Na, behozzuk. Leolvasni tudja? Azt is nekem kell. Igen. Kevés az emberünk. És elég nehéz leolvasni, mert világosban a mérő nem mutat semmit, sötétben meg maga nem lát. Egyedül él. Szerencsére. Hát ez esetben nem az, mert így el kell végezni a leolvasó tanfolyamot. Ja, Istenem! Nyugi, mindenki átmegy. Előbb-utóbb. És csak 2 hónap. A lényeg az ugrás. Milyen ugrás? Hát a villanykapcsolótól a mutatóig. Leolvasás előtt felkattintja a villany, aztán uzsgyi. Ugye fénysebesség plusz egy picire kapcsol, hogy eléri a mutatót. De ha gyorsabb vagyok a fénynél, akkor még sötétben érek oda, és nem látom, hogy mennyi a sötét. Ez világos. De meg tudja fogni a mutatót, hogy ne menjen vissza a nullára, akkor odaér a fény. Látom, nem tetszik örülni, pedig jó pofa dolog. És így ugrik a néni, aztán igyekszik, már csak várja a fényt, meg leolvas. Na! És mi lenne, ha elemlámpával csinálnám? Megfogom a sötétben a mutatót, és rávilágítok. Szabálytalan, a lámpa a lábára eshet. Volt már ilyen, megijedtek az adattól. Én szorosan fognám a lámpát. Biztos? Biztos. Na jó, akkor adunk egy beutalót az elemlámpafogó táborba. Hová? A lámpafogó kiképzőbe. Jó a hortobágyi? Hát nem tudom, még sose voltam benne. Nagyon jó, amerikai módszerekkel képeznek. Először faágon gyakoroltatják a markolást, aztán felkerül a lámpaszimulátorra, végül pedig levizsgázik éles elemessel. Alapos a program, de tényleg jól tudok fogni. Azt mondjam, én elhiszem, de ha nincs róla igazolása, a sötétség leolvasás ellenőr megbüntetheti. Ő is fog jönni? Na, hogy az Istenbe ne jönne. Keddenként. És olyankor majd mindig itthon kell lenni. Ne nézzen rám, ilyen sötétem, mert magasabb lesz a szám. Ez az ellenőr pontosan mit ellenőriz? Hát, hogy maga tud-e szabályosan leolvasni.
hogy nem hajol-e túl közel a géphez. Miért? Miért? Mi történik, ha túl közel hajolok? Ha beüti a fejét, még ez se tudom. Jaj, bizony, de igényelhet leolvasó sisakot. Na jó, feladom. Nézzék. Igen? Nem lehetne, hogy maguk nem találtak engem itthon? Ha? Na, 2000. Rendben. Nos, akkor mennénk. Hát, nagyon sajnáljuk, hogy nem találtuk itthon, viszlát. Inkább ne. Jó estét, de jó, hogy hazaért. Az előbb nem találtuk itthon.